November 15-én pénteken is teltház előtt játszotta új darabját a Győri Balett társulata. A Szent Iváné jálom ezúttal is hatalmába kerítette a közönséget, a történet, a látvány és a táncosok profizmusa garantálta a sikert. Az előadás után a meglepetés sem maradhatott el, gazdára talált ugyanis a Carmen díj. A Solident fogászati rendelő megalapítói immár 19 éve támogatják az együttest. 2002-ben új étteremmel bővült a vállalkozás, mely a Carmen című előadás után kapta nevét. Ugyanebben az évben alapította meg dr. Solymosi Péter és felesége, dr. Solymosiné, dr. Kis Ilona, a Carmen díjat, melyhez Őri Emil táncosnő szobra méltón harmonizál. 2013-ban az elismerést Strök Barbara kapta. Nekem személy szerint nagyon sokat jelent, már nagyon sok kollégám előttem megkapta, hallottuk a névsort, micsoda nevek, az alapító tagok közül sokan többen megkapták, és hát azt gondolom, hogy ez a, ameddig itt a pályámon eddig eljutottam, ez egy nagyon szép jelzés arra, hogy amit eddig én a színpadon végeztem és letettem, és művészileg oda raktam, az valószínűleg jó volt, szép volt, és jó az út, amin haladok. A Solident vezetői fontosnak tartják, hogy ilyen formán is támogassák a táncművészeket. Én nagyon-nagyon szeretem a művészet szinte minden ágát, és mivel Győrben a balettet éreztük a legmagasabb színvonalú előadó, színvonalúnak az előadó művészetek közül, ezért is döntöttünk a balett mellett, balett támogatása mellett. És másrészt szerintem ha valaki megengedheti, mert vállalkozó és van rá kerete, akkor szinte én úgy érzem kötelessége, különösen a mai világban támogatni a művészetet is. A díjazott táncművészt a színfalak mögött családja várta, ahol megható pillanatoknak lehetett tanulja televíziónk. Ha a további részletekre kíváncsi, akkor ne szalassz el szerdai kulturális magazinunkat.